Immár 15. alkalommal jelentették meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságát bemutató Top 100 magazint. A kiadvány azokat a vállalkozásokat mutatja be, amelyek termelésükkel és értékesítésükkel a legnagyobb hatást gyakorolták a megye gazdaságára. Igazából a Top 100, most már mondhatom, hogy egy évnek a zárás, egy ünnepe, szénkor szembesülünk azzal leírva, hogy a megye 100 vállalkozó kitér bele elvéte szempontjából. Várjuk azt, hogy benne maradtunk, nem maradtunk, hogyan szerepeltünk. 2021-ről van most szó, az sem volt egy könnyű év, és visszaemlékszünk, akkor még ment a Covid, és ment a pandémia. Egyet tudtunk, hogy ezt le fogjuk tudni győzni. Szerencsére ma már azt mondhatom, de ennek a nehezén túl vagyunk. Tehát igazából 2021-ben még olyan évük volt a vállalkozóknak, amikor nem kellett annyi minden szembesülni, mint 2022-ben, 2023-ban. A megye vállalkozásai az utóbbi évtizedet tekintve 2020-ban voltak a mélyponton az árbevételek szempontjából. Ezt a tavalyi évben 354 milliárd forinttal sikerült meghaladni, mondta el Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó és Vámhivatal megyei igazgatóságának vezetője. 2021-ben egy Covid sújtotta év után mindenki nagy bizalommal érkezett, és azt gondolom, hogy ezek vissza is igazolódtak, hiszen a megyében 16%-kal nőtt a gazdasági társaságnak a nettó árbevétele, és mivel egy top 100 rendezvényen vagyunk, ha ezt is megvilágítjuk, a legnagyobb vállalkozások még sikeresebbek tudtak lenni, itt a gazdasági növekedés 19% volt az árbevételek tekintetében. Az idei évben éppen ezért nagyobb hangsúlyt kapott a kis- és középvállalkozások támogatása. Különösen fontos volt ez azért, mert az orosz-ukrán háború okozta gazdasági hatások, leginkább a KKV-szektor számára okoztak nagy nehézségeket. Az eredményeket tekintve nagyon jó számok jöttek ki, és a gazdasági növekedés az tovább fejlődött és tovább tudott haladni. Ez köszönhető azoknak a kormány döntéseknek, városi önkormányzati döntéseknek, valamint a hivatalos szerveknek, a segítő közreműködésüknek, hogy nagyon fontos volt a kis és közepes vállalkozásokat segíteni a nagy vállalkozások mellett, és fontos volt az is, hogy az ő céljaik és az ő igényeket meghallgatva mi is priorizáljunk és átcsoportosítsuk az erőforrásokat ahhoz, hogy a munkahely teremtés, a munkahely megtartás meg tudjon valósulni. A megye gazdasági fejlődését jól mutatja az is, hogy a foglalkoztatási ráta 2021 első negyedévéhez képest egy év alatt 57,7%-ról 59%-ra emelkedett, míg a munkanélküliségi ráta 9,5%-ról 8,5%-ra csökkent. A kormányzat célja, hogy ez a tendencia az energiaválság kezelésével folytatódjon. Azok a jelenségek, amelyek elsősorban a megemelkedett energiárakban teljesednek ki, azok nehézségeket fognak jelenteni mindenkinek az elkövetkezendő években. Én azt gondolom, hogy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki azért dolgozott a megyében, hogy ez a megye gazdaságilag még tovább tudjon erősödni, és azt is elmondhatjuk, hogy a 2022-es évben ez sikeresen meg lehetett oldani. Kimondom a nevet, Tóth Csaba. A szakmai zsűri döntése alapján idén a Top 100 gazdasági díj győztese Tóth Csaba, a nyíregyházi és dániai legógyárak HR igazgatója lett.